A Szeméthegyben szinte fel sem tűnik egy 5 tonnás markolás ebben a budapesti hulladékégetőben. A pénzt, amit a lakosság fizet azért, hogy a szemét ide kerüljön, viszont maradéktanul az állami Kuka Holding markolja fel. A budapestiek 2016 óta nem a kukákat ürítő FKF-nek fizetik a szemétszállítási díjat, hanem az akkor létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT-nek, vagyis ismertebb nevén az állami Kuka Holdingnak. A cég akkor azt vállalta, hogy ezt a pénzt visszajuttatja a munkát érdemben elvégző vállalatoknak, így az FKF-nek. Ez azonban még 4 évvel teltével sem zökkenőmentes. A Kuka Holding évek óta 10 milliárdokkal tartozik a szemétszállító cégeknek országszerte, így az FKF-nek is. Nullán voltak a bankszámlák múlt héten pénteken. A helyzet mostanra odáig fajult, hogy az FKF a fizetésképtelenség határára került. A cég ma reggelig a lakosságtól idén beszedett 10 milliárd forintból nem kapott egy fillért sem. Emiatt az is felmerült, hogy leállítják a szemétszállítást. Reggel azután váratlanul átutaltak nekik 4,9 milliárd forintot. Az FKF vezetője szerint ez a rendszer így kiszámíthatatlan. Az NHKV ne húzza az időt haszontalan és egyébként nagyon sok munkaórát igénybe vevő adatszolgáltatási hiánypótlásokkal, hanem amit az ügyfelek befizettek, azokat számolja meg és utalja tovább. A Kuka Holding azt közölte híradónkkal, az idei első negyedéves számla múlt pénteken érkezett meg a fővárosi cégtől, és hétfőn intézkedtek is a díját utalásáról. A kormány korábban többször hangsúlyozta, évekkel ezelőtt azért szervezték át a hulladékszállítás rendszerét és hozták létre a Kuka Holdingot, hogy a rezsicsökkentés eredményeit meg tudják tartani. Az a múlt héten derült ki, hogy jövőre minden eddiginél többel, 50 milliárd forinttal kell a központi költségvetésből kipótolni a Kuka Holding gazdálkodását, hogy ki tudják fizetni tartozásaikat a szemétszállító cégeknek.